Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi az, amit ő közölni szeretne veled? Az ő szív üzenete. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, akkor az passzol a ti helyzetetekre. Az ő szív üzenete. A díjam az 4000 forint. Először megnézzük az ő jelenlegi helyzetét. Ez a horgony azt jelzi, hogy keresi a biztonság érzetét, talán a ti párkapcsolatotokban, és úgy gondolja, hogy ő itt le tud horgonyozni. Kell a biztonság érzete. A horgony az jelenti a munkát, a hivatást is. Ott is fontos számára, hogy megkapja az elismerést, meglegyen a biztos anyagi helyzet, és egy biztos munkahely. Az is lehet, hogy most sok a dolga, sokat dolgozik, és ez jelenleg az ő jelenlegi helyzete. Az ő gondolatai. A kígyó jelenteti a gyógyító erőt vagy a változásokat. Lehet, hogy ezen a területen dolgozik, mint például egy orvos. Azt is jelentheti a kép, hogy ő most betegeskedik, és nincs ott a munkahelyen. Lehet, hogy fél attól, hogy elveszíti a munkáját, hiszen látható a horgonynál, mennyire fontos számára a biztonság érzete. Ez a kígyó lehet egy hölgy is. Mivel megjelenik a kártya, ami a munkára, a munkahelyre utal, ez a nő lehet a főnök nője, vagy lehet egy kolléganő is. És az ő érzelmei. Ő hol ilyen, hol olyan. Mert használja ezt a kulcsot. Van, amikor lezár bizonyos dolgokat, vagy jelenti az ő zárkózottságát, ilyenkor visszahúzódó. Van, amikor kezébe veszi ezt a kulcsot, szimbolikusan kinyílik egy új ajtó, a lehetőségek, és jelenti az ő nyitottságát. A kártyák azt is jelenthetik, hogy ő lezárja a kapcsolatot ezzel a nővel, az is lehet, hogy lesz nála egy munkahelyi változás. Amit a kulcs még jelenthet, az ő magabiztonsága. Mi az, amit közöl veled? Itt a ravasz róka jelenti azt, hogy valaki figyelgeti őt. Lehet, hogy ő úgy gondolja, hogy te figyeled őt, és ő ezt megemlíti. Persze nem biztos, hogy rólad van szó, de jelentheti ez a kártya azt is, hogy hamisság van a háttérben. Lehet, hogy ez a nő hamis, ezért zárja le ezt a kapcsolatot, és ő erről nyitottan beszél veled, hogy már nincs kapcsolat köztük. Ez lehet munkahelyi kapcsolat, de ez a nő lehet valaki a múltjából is. Tehát ez minden nyitott, hogy tulajdonképpen kiről van szó. A lényeg az, hogy lásd a ravasz rókánál, hogy valami nem stimmel nála. Itt vannak hamisságok a háttérben. Valaki becsapta őt, vagy hazudozott neki. Mi az, amit ő mondani akar, de nem mondja ki? Itt ez a kártya jelentheti azt, hogy közeledik hozzád, de nem mondja ki, hogy jönni fog. Ez a lovas férfi lehet egy másik férfi is,
lehet, hogy nem bízik benned, és fél attól, hogy te megismerkedtél valakivel, de nem beszél erről nyíltan. Ez a lovas férfi jelenthet más dolgokat is, például ami mozog, sport, autó, kirándulás, változások. Az is lehet, hogy vesz egy új autót, de még nem mondja ezt el neked. Vagy tervez veled egy utazást, de erről még nem beszél. Hogy lát téged? Ott, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Ő úgy gondolja, hogy vagy te félsz attól, hogy szimbolikusan az egerek őt eltávolítják, tehát hogy félelmeid vannak, hogy te őt elveszíted, de fordítva is lehet a helyzet, hogy ő fél attól, hogy ez a lovas férfi közeledik hozzád, és ő veszít el téged. Ebben az esetben a ravasz róka jelenthet negatív gondolatokat, vagy félelmeket. Ő fél attól, hogy elveszít téged, szerintem erről van szó. És mi fűz össze benneteket? Itt lesz egy jó hír, lesz újra kapcsolat. Ha megtekintjük a kártyákat, az is lehet, hogy ez a nő hamis. És azt mondta neki, hogy te megismerkedtél ezzel a lovas férfival. És van a háttérben egy másik férfi. Ezért vannak itt félelmek, hogy ő fél attól, hogy elveszít téged. De mivel nem beszél nyíltan erről, nem tudod, hogy mi van. Ahogy te ezt észreveszed, hogy ő most nagyon zárkózott, és nem tudod, hogy miért zárkózott. Ez a nő, ez lehet egy kolléganő, hiszen itt a közelben megjelenik a munkakártyája is. Ami fontos lenne, ez a levél, hogy beszéljetek egymással, hogy ő nyitott legyen, és kimondja azt, hogy miért húzódott vissza, hogy rájöjjetek arra, hogy itt valaki hazudott neki. És ez volt a szerelmi jóslás, az ő szív üzenete, és én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rád.